És nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Csak én nem látom most a fénytől. Kérem tisztelettel, hogy üljenek le, foglaljanak helyet. Csabai János vagyok, és az a megtiszteltetés ért, hogy a Petőfi Bizottság és annak elnöke engem kért fel a rendkívüli esemény műsorvezetőjének. A szervező bizottság nevében valamennyi vendégünk figyelmét felhívom, hogy soraink között alkalmi vagy kiképzett provokátorok lehetnek. Megjegyzéseikre, tevékenységükre semmilyen módon ne reagáljanak, hanem értesítsék a legközelebbi karszalagos rendfenntartót. Mielőtt tisztelettel felkérnénk, a Petőfi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a nemes nap alkalmából emlékbeszédét, engedjék meg, hogy kérésének megfelelően egy Petőfi verssel emlékezzem én is, mint műsorvezető, a lánglelkű költőre, aki nemzete függetlenségéért és a személyes szabadságért épp úgy síkra szállt, mint a sajtó és szólásszabadságért. A szabadság az ő értelmezésében azt jelentette, ami. Ma nagyon is nagy szükségünk lenne egy Petőfi Sándorra, aki legtisztább lélekkel mondja ki a legtisztább igazságot a nép nevében. Napjainkban nyilvánvalóvá vált, hogy alig változott a régi jelszó. Szabad országban a szólásszabadsággal szabadon élő szabad ember azt mondhat, amit szabad. Hogy kik azok, akik ezt meghatározzák, a titkos paravánok mögött gyává rejtőzködő bábjátékosok, akik a zsinórokat feszítik, rángatják, vagy olykor lazítják érdekeiknek megfelelően, nemzetek és kormányok, népek és egyének felett, sokan tudják, sokan sejtik, és mindnyájan érezzük alattomos tevékenységüket. Nekik üzenünk, most a költőt megidézve. Dicsőséges nagy urak! Hát, ott vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra? Nem cifra, de jó szoros! Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántuk emberek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép sihában. Állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét fogát vejretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból milliomok? Kaszát, ásót, vasvillát fogjatok! Alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállást órája. Ezer évig híztak rajtunk az urak, most rajtuk a mi kutyáink hízzanak. Vasvillára velök, aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégsem, atyafiak, megálljunk! Legyünk jobbak, nemesebbek őnál. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie.
legyünk nagyok, mint illik mi hozzánk. Hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtsük el az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérével befogad, ha elveti kevésségét, címerit, s teljes egyenlőségünk elismer. Nemes Uram, jöjjetek, itt, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra a hazának. Nem írunk rá várakozni, szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen legyen irgalmas ti nektek. Néhány rövid mondatban azért még szeretném bemutatni önöknek a Petőfi Bizottság elnökét. A hatalom tiltása, akadályozása ellenére saját költségére 27 évet fordított a Petőfi kutatásra és annak befejezésére. Vállalta, hogy a hatalom első esetben kigúnyolta, életveszélyesen fenyegette, fenyegeti és bántotta. A kocsiját felgyújtották és agyrázkódásig összeverték, és a hátára írták, ha folytatod a Petőfi kutatást, így jár a családod is. 2015 májusában a nagyrédei üzeme kapujára horogkeresztes gyalászkodó feliratot festettek, megdög lesz Petőfi. Az üzem ablakait kövekkel dobálták be. 1993-tól a mai napig megfigyelés alatt áll. A vagyonát háromszor elkobozták, anyagilag megpróbálták ellehetetleníteni. A fejlesztési munkájának köszönhetően mindig talpra állt. A Petőfi kutatásra több százmillió forintot költött, jelen pillanatban is több mint 30 millió forintot, mint hitelt vett fel saját házára, hogy a mostani kulturális eseményt és a szertartást meg tudja valósítani. A kutatás során három szívinfarktuson esett át, a megpróbáltatásokat a családja is megsínlette, de ő hűséges maradt Petőfi kiáltványához. Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited, és ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted. Ez a személy Morvai Ferenc, a Petőfi Bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Nehéz szavakat találni. Megpróbálom. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm a hölgyeket, urakat, magyarokat. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Engedjék meg, hogy innen köszöntsem egy nyíregyházi 80 éves nénit, aki a zsíros kenyére valóval utazott ide föl. Köszöntöm elsősorban a Burjád Köztársaság szakembereit,
köszöntöm az orosz kormány képviselőjét, akik sokat segítettek a Petőfi kutatásban. Köszöntöm a kínai igazságügy minisztérium jelenlévő szakértői képviselőit. Köszöntöm a Petőfi Bizottság tagjait, és nem utolsó sorban Néhai Nehéz Mihályt, akinek nagyon sokat köszönhetünk abban, hogy dokumentumokkal is igazolni tudjuk Petőfi Sándor szibériai tartózkodását. Sajnos ugyanezt nem mondhatom el a Magyar Tudományos Akadémiáról. Sajnos pár mondatban el kell, hogy mondjam, a Tudományos Akadémia 2 napon belül bejelentette Magyarországon, hogy nőt találtunk, amikor kiásták a sírt. 2 napon belül egy fényképről, csontokat nem látták. A Tudományos Akadémia kérésünk ellenére egyszer sem jött el a kutató munkába, nem kapcsolódott be. A Tudományos Akadémia kritizálta azokat a szakértői véleményeket, amit mi hosszú munkával és nagyon sok pénz árán elvégeztettünk. Akkor viszont, mikor kértük, hogy üljenek le a tudósokkal, a kínaiak legutóbb beutaztak Magyarországra azért, hogy leüljenek a Magyar Tudományos Akadémiával, hogy szakmailag vitassák meg egymás között kifogásukat. A Tudományos Akadémia nem mert leülni a tudósokkal. Én megkockáztatom, hazudik a Tudományos Akadémia, kiszolgálja a hatalmat, bizonyos érdekeknek készít tudományos munkákat, szakértői véleményeket, bizonyos célok végrehajtását. Ugyanez nem mondható el a magyar kormányról, a mindenkori magyar kormányról, ne tévedjenek. Magyarországon nem volt rendszerváltás, ez pontosan bizonyítja a Petőfi kutatás is. Nézzük csak sorban, hisz a Horn kormány nem támogatta a Petőfi kutatást. A következő kormányok, a szocialista kormányok nem támogatták a Petőfi kutatást. Orbán Viktor kormánya egyszer sem támogatta a Petőfi kutatást. Nem értettem, vajon miért? És pár héttel ezelőtt ki kellett ugranom a Szibériába egy bizonyos dolog miatt, és a sajtótájékoztató után kezembe nyomtak egy újságot, képzeljék el, ma is megvan. Hát a magyar kormányok kérték a Burját kormányt, az orosz kormányt, ne engedjék haza morvaival hazahozni a csontokat, mert én állítólag tönkreteszem az ő demokráciájukat. És Petőfi Sándor szelleme tönkreteszi a demokráciájukat. Ha jól belegondolunk, és megnézzük a 160 évet Petőfi kutatással kapcsolatosan, akkor van mitől félniük. Boldog voltam hallani a zenét, hisz most a Petőfi által írott verseket a zenén keresztül is érzékelhetjük, hogy valójában milyen komoly dologról van szó.